Sziasztok! Mit tenne Jézus a hittestvéreiddel? Pletykálna róluk a hátuk mögött? Vagy állandóan a hibákat keresné bennük a Facebookon? Esetleg lelki felsőbbrendűségek kritizálná őket folyamatosan? Gyerekek, kedves testvérek Krisztusban, nézzük azt, ami összeköt minket, ne azt, ami szétválaszt. Legalább mi tartsunk össze, és szeretettel viseltessünk egymás felé. Erről lesz ma szó, ez itt a Jézus Bisztró, Isten hozott, Záhonyi Viktor vagyok, a Vekker keresztény közösségből. A mai olvasmányunk pedig az Efezus levélből van. A negyedik fejezet, ez inspirálta a gondolatokat, amivel szeretném a hiteteket erősíteni hétköznap is. Nézzük tehát Efezusi 4.1. Kérlek benneteket! Én, aki azért viselem ezt a fogságot, mert az Urat szolgálom, hogy Istentől kapott elhívásotokhoz méltón éljetek. Legyetek mindig alázatosak, szelidek, türelmesek, és isteni szeretettel viseljétek el egymást. Már akkor is gondolt ez, azóta is gond. Szent Szellem a békesség kötelével vesz körül, így egyesít benneteket. Ezért minden igyekezetekkel arra törekedjetek, hogy őrizzétek meg ezt a harmóniát. Tehát mégiscsak van valami harmónia közöttünk, ezt meg kell őrizni. Te a harmóniának az őrzői közé tartozol, vagy a harmónia támadói közé. Gondolj arra, hogy hogyan viszonyulsz gondolataidban, érzéseidben, szavaidban, tetteidben, azok felé, akik hisznek Krisztusban. A Facebookon, vagy személyesen. Gondolj át, tartsunk egy tükröt magunk elé. Nekem is kell, én is tapasztaltam a hétvégén, hittestvérem és rokonom felé, hogy abba kell hagynom már a politizálást, mert szétválaszt minket. Mert nem a barátságot, nem a rokonságot, nem a testvériséget erősíti. Úgyhogy elhatároztam, hogy nem politizálok vele többet, mert nem tudunk úgy beszélgetni erről, hogy a harmónia megmaradna. Te is hozz hasonló döntéseket, nézd meg, hogy ki az, akivel nem tudsz bizonyos témákról beszélgetni. Nem annyira fontos az a téma, a kapcsolat fontosabb. Amen? Olvasom tovább. Tehát, mivel mindannyian ugyanazt az egyetlen Szent Szellemet kaptuk, hát ott azt nézzük, ami összeköt. Együttesen ugyanazt az egyetlen krisztusi testet alkotjuk. Ne vesszem már össze a jobb kéz a bal kézzel, nem? Ne nézzen csúnyán a jobb szem a bal szemre, elég csúnyán néznénk úgy ki. Hasonlóképpen mindjárt ugyanazt reméljük, ugyanazt várjuk. Hiszen Isten erre hívott el bennünket. Csak egyetlen Úr van, aki mindannyiunknak Ura. Ugyanazt a hitet kaptuk, és ugyanabban a bemerítkezésben, keresztségben részesültünk. Csak egy Isten van, mindannyiunk Atya, aki mindenek felett uralkodik, mindenen keresztül cselekszik, és mindenben jelen van. Mindannyiunk Atya. Szerinted mit gondol, mit érez az atyai szívével? Amikor látja, hogy civakodunk egymással, amikor látja, hogy milyen kommenteket teszünk a másik hittestvér szolgálata felé. Ebben szeretnék ma segíteni. Itt van egy-két ige. Csak röviden, mára. Az első, első level a korintusiakhoz, 8. fejezet, és második vers. Azonban a puszta ismeret még nem elég, mert a tudás önmagában csak felfúvalkodottá tesz. Nézd meg, hogy felfúvalkodott-e a megjegyzésed. Nézd meg, hogy a tudás sugárzik-e belőle, vagy minek kellene belőle sugároznia. A szeretet ellenben a többieket erősíti. Látod? A szeretet erősíti a másikat. Tedd fel ezt a kérdést is, hogy ez a kommentem most erősíti a másikat? Ez a megjegyzésem is, ahogy felteszem, erősíti a másikat? Vagy az én tudásomat, az én felfúvalkodottságomat kommunikálja a másik felé? Tegyük fel őszintén ezeket a kérdéseket. Itt van még egy ige, ami ebben segíthet. Ez pedig a római levél, 14. fejezet. Egy pillanat. Igen. Első vers. Fogadjátok be magatok közé azokat is, akiknek a hite még gyenge. De ne vitatkozzatok velük, és ne kritizáljátok őket. Ne kezdjünk állandóan vitákat. Ne az határozza meg a keresztény közösségünket, identitásunkat, hogy vitatkozunk egymással. Azt mondja Pál egy másik helyen. Ugyanez a levél és 15. fejezet első vers. Mi, akik erősek vagyunk,
türelmesen el kell viseljük azoknak a gyengeségeit, akik még erőtlenek. Gondolkodtam ezen, hogy el kell viselni a másik gyengeségeit? Vagy hogy fel kellene karolni a gyengébbet? Gyöngéden bátorítani kellene? Nem rugdosni, mutogatni rá? Szeressük egymást, gyerekek! Szoktuk énekelni a lakodalomba, igaz? Testvérek, szeressük egymást! Ne a magunk javát keressük át, hanem mindenben arra törekedjünk, ami a testvéreink javát szolgálja és őt erősíti. A javát szolgálja, amit mondok neki, amit teszek. Ezek legyenek a fejünkben. Ezeket a tükröket, ezeket tartsuk mindig magunk elé. Hogy Jézus, hagy végezzel a nemes munkát, hogy méltóvá tegyen minket az elhívásra. Nézd, itt van egy nagyon jó ige a János evangéliumból. 15, és... Igen, első vers. Én olyan vagyok, mint a szőlő, atyám pedig olyan, mint a szőlős gazda. Minden veszőt levág rólam, amely nem terem gyümölcsöt. Igen, termőveszőimet viszont megmetszi és megtisztítja, hogy még bőségesebb és jobb termést hozzanak. Ha te termed a gyümölcsöket, úgy gondolod, hogy Krisztus életet élsz, és Krisztus működik rajtad keresztül, akkor engedd, hogy megmetszen téged, hogy még több gyümölcsöt hozzál. És lemetsz rólad a vádaskodást, a szellemi fensőbbrendűség tudatot, a büszkeséget, az állandó kritizálást, pletykálást akár. Hogy szeretettel viszonyulj a másikhoz, és a harmóniát építsd Isten országába. Szerintem annyira fontos ez az üzenet. Személyesen vagy online, közösségi médiában, gyülekezeteken, templomokon belül a szívünket nézzük, a nyelvünket fegyelmezzük. Ez ma az üzenet. Remélem, hogy hasznosnak tartottad. Én úgy hiszem, hogy az. Hogyha annak tartottad, akkor kérlek, hogy kommenteld, írd meg, hogy mit gondolsz róla, írj egy igét, írj egy kérdést, bármit. Lájkold, oszd meg, hogy a Facebook tudod minél több embernek megmutassa. Ezáltal erősíted a többi hittestvért, az én szolgálatomat meg pedig támogatod. Köszönöm szépen. Most pedig imádkozom, értetlen, nem bánod, mennyei. Atyám, kérlek, hogy tisztítsd meg a mi szívünket, metsz meg minket, metsz meg a nyelvünket, hogy ne szóljunk olyan gyorsan, hanem inkább gondolkodjunk, imádkozzunk. És kérlek, Szent Szellem, emlékeztes minket ezekre a kérdésekre, hogy építi ez a hittestvéremet, erősíti ez, az ő javát szolgálja, vagy csak az én egómat fújja föl, és jól esik, mert úgy érzem, hogy én nagyobb vagyok, többet tudok. Kérlek, adj nekünk alázatot. Add, hogy méltók legyünk az elhívásunkhoz, a te országodon, a te családodon belül, és amikor ránk tekintesz a kapcsolatainkra, arra, hogy mi hogy viszonyulunk más itt testvérekhez, akkor öröm legyen benned. És harmónia legyen a testvérek között. Ahogy egy az Isten, úgy egy a te családod. Szeressük egymást. Jézus nevében kérem ezt. Az én nézőmre, hallgatómra és rám is.